Sziasztok! Hoztam egy kis szemléletető eszközt magammal. Egy kis csomag pogácsa, meg egy kis víz. A vízben már elég sok hiányzik, pogácsából is ettem már. Eszetek bejut esetleg, hogy milyen történetre utalhatok ezzel? Igen, sokan már bólogatnak. Emlékeztek Illésre és az ő történetére. De még mielőtt ezt mondom, azért szeretném, hogy föltenni ezt a kérdést, hogy szerintetek ez ebbe van négy ilyen pici pogácsa. Ez körülbelül, hogyha most meg akarom menni, az mennyi ideig lesz elég nekem? Reggel, ebéd, egyébként igen. És elég is nem kell erőltetni a dolgokat, mert vigyázni kell. E, Oké, okay. de mondjuk, mondjuk azt, hogy, hogy tényleg csak ez ez van és akkor kicsit jobban beosztom, mondjuk akkor a négy az négy étkezés, jó? Négyszer hálát adok, ér vagy négy nap, oké. Okay. Hát Illésnek nagyobb szerencséje volt, ugye, amikor ott volt az alatt a fa alatt depressziósan, és az úrangyala felébresztette őt, azt mondta, hogy egyél, és ott volt egy kis pogácsa, meg egy kis víz, és kétszer is fel kellett ébresztenie, és kétszer is kellett ennie és innia belőle, és akkor annak az ételnek az erejével 40 napig tudott menni. Hát ez fantasztikus. 40 nap. Ez nagyon jó. Ugye a történet előzménye az, hogy <kül> már nagyon bűnös volt Izrael népes öt, főleg Izrael királya, és azért Istennek volt egy aktuális ítélete. Tudjuk, hogy Illés előállt, és azt mondta, hogy azt mondja az Úr, aki előtt állok, hogy nem lesz eső csak az én szavamra. És így is lett. És utána jöttek az események, és nem volt eső, és utána a Kármel hegyen ugye a hamis proféták és a bálványok ítélete megtörtént, és akkor a királyné Jezabel nagyon megharagudott, és megígérte, hogy ugyanúgy fogsz járni illés, mint azok a proféták, akiket, hamis proféták, és a bálpapok, bocsánat, a bálpapok, akiket, akiket ott lemészároltak. És hát természetesen illés, akkor féltve az életét, elfutott, és lefeküdt ott a fa alá, cserfa alá, és azt mondta, hogy Uram, elég vedd el az életemet, nem vagyok jobb az atyáimnál. Ugye az az illés, aki azt mondta, hogy azt mondja az Úr, aki előtt én állok, hogy csak az én szavamra lesz eső. Ugyanez az illés akkor már ott teljesen más kilátásokkal rendelkezett, semmilyen kilátással nem rendelkezett. Azt mondta, hogy kész itt a földi pályafutás elég, nekem jó lesz otthon fent. És Isten ezt másképp gondolta, és adott neki Természet fölötti pogácsát és vizet, hiszen annak az ételnek az erejével 40 nap és 40 éjjel ment egészen a hórebig, az Isten hegyéig. És csak úgy érdemes elgondolkodni rajta, hogy, oké, okay, meddig elég ez a pogácsa, mondjuk ha természet fölötti is, amit kaptál az úrtól, 40 napig, oké, okay, és 40 nap múlva mi lesz? Na hát akkor beszéljünk erről egy kicsit. Nem ez volt a tervem, de most így hirtelen ezt kitaláltam, hogy ez lesz a címe a prédikációnak. Néha csak ilyen adhok címe van a prédikációnak, hogy 40 nap múlva mi lesz. <laughs> Oké. Okay. Tudjuk, hogy eljutott a Hórebre, az Isten hegyére, bement ott egy barlangba, illés a barlangban, ugye, félre vonulva az egész világtól, és akkor. Azt mondja a Szentírás, hogy arra pedig az Úr volt elmenendő. Így van? Hát más fordítás másképp mondja, de a Károli fordítás, ami tökéletesen elég számunkra, az azt mondja, hogy arra kellett elmennie az Úrnak, arra ment el az Úr. És az a lényeg, hogy el, tudjuk, hogy elvonult előtte a földrengés, elvonult a tűz, elvonult a, a szélvihar, és aztán a végén egy szelíd, csendes hang szólalt meg, mondta, hogy mit csinálsz itt illés, és akkor, amikor meghallotta ezt a hangot, akkor kiment, eltakarta az arcát a köpenyével, és kiment az úr elé. És akkor azt mondta Illés, nagy féltékenység emészt az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták szövetségedet Izrael fiai. Oltáraidat lerombolták, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Csak én maradtam egyedül. Az én, élemet, az én életemet is keresték, hogy elvegyék. És aztán, utána az Úr mondta neki, hogy menj el, kent fel ezt, kent fel azt, és tudnak, hogy van 7000, akit meghagyok, akik nem hajtottak térdet a bálnak. Az Úrnak a a válasza egy kicsit kontrasztban van, sőt, nagyon kontrasztban van azzal, amit Illés mondott akkor, hogy szerinte ő milyen állapotban van. Illés szerint ő úgy volt, hogy egyedül vagyok, kész. Én vagyok az egyetlen, aki hűséges az Isten szövetségéhez, a többiek báványimádók lettek, a profétákat megölték, és elegem van. Az úr pedig azt mondta, hogy van még feladatod, fel kell kenned, királyt, egy másik királyt, magad helyébe profétát, és különben is fogsz még 7000 ember találni nyugi. Az úr válasza teljesen más volt, mint amire számított illés, mint amit a saját lelki állapota megengedett saját magának. Azt szeretném egy ilyen bátorító üzenetként mondani ebből, hogy amikor úgy érzed, hogy a meglátásaid miatt, a meggyőződésed miatt egyedül kell menned, az úton, és azt veszed észre, hogy már egy magányos vándor vagy, aki nem hagyta el az igazságot, én nem hagytam el az igazságot, akkor ezzel kapcsolatban az elsődleges dolog, hogy valóban igaz, hogy helyes dolog, hogy hűséges vagy. Helyes dolog, hogy hűséges vagy az igazsághoz, hogy kitartó vagy. Ezt tudod jól, hogy az Úr elvárja tőled. Láttad azt is, hogy ahogy mások eltérnek az igazságtól, és még megpróbálják igazolni is magukat, Felfedezed másokban a lelkületi problémákat, akár a képmutatást, meglátszanak a rossz motivációk, és közben, ahogy te mész az úton, kitartva az igazság mellett, hűségesen, egyre rutinosabban követve és gyakorlottabban kezelve azt az igazságot, amit, amihez te hűséges vagy, el kell jutnod egyszer csak arra a felismerésre, hogy a te ismereted, amit Istentől kaptál, önmagában felfuvalkodott át ez téged. Ahogy Pál írja az igében, hogy az ismeret felfuvalkodott át ez, a szeretet pedig épít. És azt szeretném mondani nek neked, nekem, bárkinek, mindenkinek, hogyha ebben az állapotban ugyanígy folytatod tovább az utadat, akkor bármennyire Istentől való az az igazság, amit kaptál, ami mellette hűségesen kitartasz, nem fogod észrevenni, hogy egyszer csak megváltozik a saját belső állapotod, hozzáállásod, és sajnos észrevétlenül magasabbra helyezed a saját értékedet másokénál. Még ha ezt elsőre nem is látnád be, de Isten azt mondja, hogy ez így van az igében, ezt tanítja, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz. Ezért Üzente meg nekünk a Szentírásban, az ihletet, Szentírásban ezt az igazságot, hogy szembesüljünk vele. Az ismeret, még ha Istentől is van, az felfuálkodottá tesz. És ezzel sajnos pontosan azon az, az, azon az úton indulunk el, ahová Lucifer is jutott annak idején. Habár neki kitűnő volt a bölcsessége, tökéletes volt a bölcsessége, azt mondja a Szentírás, mégis megrontotta ezt a bölcsességét, és Isten trónja akarta, fölé akarta helyezni magát. felfuvalkodott. Ugye tudjuk, hogy az Isten félelemnek, vagyis a bölcsességnek az Isten félelem a feje, és elég, hogyha a fejet leveszik erről, a bölcsességről, és látszólag még megvan rengeteg bölcsesség, és okosság, és kijelentés, és látás, és ismeret, de hogyha elvész a feje, akkor egyszer csak megromlik az egész korrumpálódik. Úgyhogy legyen bennünk Isten félelem. Igazából mindenkire vonatkozik ez az üzenet, hiszen mindannyiunknak azt mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, hogy, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint van bennünk a profétálás. Tehát az, az nem egy negatívum, hogyha tudunk arról, hogy bennem és benned, egyes szám első szemében mindannyiunkban, van valami plusz, van valami olyan többlet ismeret, amit azért én valamivel jobban látok, mint a többiek. És ez nem baj, mert ezt a Szentírás mondja, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. De ezek miatt, az intések miatt kell, hogy legyen bennünk Isten amire mindig aktuálisan figyelmeztetni kell magunkat, amikor valami új dolgot tanulunk meg az Úrtól. Ez az Isten elsősorban azt jelenti, hogy elsősorban Istentől függünk. Mindenünk, amink van, tőle kaptuk. Semmink sincs, amit nem csak úgy kaptunk volna. Nem mi állítottuk elő. És akkor még nem is beszéltünk, hogyha ilyen lelkületi csekkolásról van szó, akkor még nem is beszéltünk a tévedések lehetőségeiről. Hiszen egyikünk sem mindentudó, Ugye mennyire szoktunk így fitmálni, meg legyinteni, hogyha egy bizonyos földi emberre azt mondják, hogy tévedhetetlen? Hát ezzel te is így vagy. Te sem vagy tévedhetetlen. Én sem vagyok tévedhetetlen. Úgyhogy lehetnek olyan tévedések, amik bele keveredhetnek az Istentől kapott bölcsességbe. Salamon beszél a Prédikátor könyvében egy helyen arról, hogy mint a patikáriusnak a keneteit megbüdösítik a holt legyek, ugyanúgy a bölcsességnél hatékonyabb tud lenni egy pici bolondság. Ott vannak a patikáriusnak a kenetei, a különböző kenőcsök, bármi, és hogyha egy döglött légy belekerül, ugye észrevétlenül, megbüdösíti az egészet. És ugyanígy van, hogy van bölcsességed, ki tudja mekkora tégelyekben, ott a te szellemi lényedben, az elmédben nyugszik a bölcsesség, a látás. Igen, nekem erről van látásom. Hát mások még nem jutottak el erre a látásra. És ez a bölcsesség egy csodálatos tégeiben ott nyugszik benned. És nem veszed észre, hogy hopp, egy kis döglött légy, egy kis testi természet, a bolondság a felfúalkodás, így hopp, beleesik észrevétlenül, és megbüdösíti az egészet. És már egyáltalán nem tud olyan értékes lenni, ami ennek Isten szánta azt. Nem szabad bele, nem szabad hagyni, hogy ez a lelkületi döglött légy belekerüljön a bölcsességedbe, a szívedbe, az elmédbe. Ez a lelkületi döglött légy, ez a picikek kis felfúvalkodás. Mit lehet tenni ennek az elkerülésére? Istennek a fő tanácsa, amit egy rutin műveletként mindig el kell végeznünk, az, ahogyan Pál folytatja ezt a bizonyos kijelentést ott a mondani valóját, hogy az ismeret felfúvalkodott át ezt, de a szeretet épít. A szeretet az, ami épít. Ugye a szeretet az, az mit csinál? Amikor azt mondjuk, hogy épít, amikor építek valamit, akkor azt többé teszem. Teszek azért, hogy ez a dolog egyre jobban fölépüljön, egyre láthatóbb legyen, hogy mi az eredeti rendeltetése annak funkcionáljon, és egyre értékesebb dolog legyen. És amikor építek másokat, akkor hozzájárulok ahhoz, hogy egyre jobban meglátszódjon, hogy mi a funkciója, az eredeti funkciója Krisztus testének, az én testvéremnek. Ezzel Őt teszem előtérbe. Ő érte, munkálkodok. Azért, hogy egyre jobban meglátszódjon, hogy mire rendelte őt Isten. A szeretet tehát épít. Másokat tesz többé. A szeretet az nem sajnálja, hogy nincs ideje önmagára. Nem fuvalkodik fel. Most nem egy B-változatba fogalmaztam meg az 1 Korintus 13-at, de ezeket így ö, szeretném hozzámondani, hogy nem baj, hogyha úgy döntesz, és az a jó, ha úgy döntesz, hogy az időm, az most, hát vagy magamra lenne időm, vagy arra, hogy mások hasznára legyek. Hm? Melyik? Hogyha szükséges, akkor mások hasznára leszek. Nem fualkodok fel, nem gondolom többnek magamat. Még akkor sem, amikor több ismeretem van, vagy nagyobb bölcsességem van valamiben. Az Isten félelem azt kell, hogy diktálja bennünk tehát, hogy megkeressük a lehetőségét, hogy ennek a több vagy jobb ismeretnek a birtokában hogyan tudunk a testvéreink szolgái lenni Jézus lelkületével. Hogyha az ismeretünk, az az igazság, amit mi fölismertünk, amihez mi hűségesen ragaszkodunk, az csupán megkülönböztet bennünket, vagy személyesen engem valaki mindenki mástól, akkor hogyan tudom mégis építővé tenni mások számára, hogy mások is eljussanak ezekre a felismerésre? Ne legyek kihívó ezzel. Ne irritáljak másokat az ismeretemmel, hanem szolgaként tegyem lehetővé, hogy másoknak is kívánatos legyen az a meglátás, az a kijelentés, és elérjem azt, hogy beépüljön az életükbe, a hitükbe, a bölcsességükbe. És onnantól fogva nem az én saját igazságomnak fogják látni, amivel esetleg magamat igazolom, hanem egy közös kincsként. Ezért tehát tenni kell, ezen dolgozni kell. A másik lenne a kényelmesebb, hogy én tudom, én jól vagyok, nekem jó látásom van, én igaz vagyok, és vannak azok a dolgok, amiket már elég komoly önfegyelemmel kell visszatartani magamról, hogy tehát én többet érek másoknál, és így tovább. Ilyenkor az ember azt mondja, hogy na jó van, nem, nem vagyok fontosabb, meg értékesebb másoknál, de hát azért mégiscsak nem véletlen, hogy én tudom ezt a dolgot. Tehát valahol az ember már nem is tudja, hogy hol lépi át ezeket a határokat, akkor hogyha a kényelmesebb megoldást választjuk. Jézus nem a kényelmesebb megoldást választotta, ugye, hanem nem tekintette zsákmánynak. Zsákmánynak, egy megragadni való zsák, ragadománynak, hogy ő Istennel egyenlő aztán ezzel aztán egyikünk sem tud fölérni, nem is akarunk ezzel a gondolattal fölérni, hogy na majd Istennel egyenlő leszek, de nem, te, nem, tartott egy ilyen megragadni való zsákmánynak, hanem szépen lejött és szolgált. És lehetővé tette, kívánatossá tette, emészthetővé tette. Mindenjünk számára, mindazt, amit ő át tud adni nekünk, mindazt a kijelentést, ha lehet erről beszélni így, mindazt a bölcsességet, igazságot, amivel ő rendelkezett. És amikor három éven keresztül szolgált ezzel, akkor is azt mondta, hogy hát még nem, mondam, nem mondtam, nem el mindent. Sok mondani van még nektek. Csak még nem tudjátok elhordozni, de majd a Szent Szellem, akit a nevemben küld az Atya, az majd elvezett titeket minden igazságra. Gondoskodott arról, hogy, hogy ő maga, aki egyébként a legelső az atyafiak között, ezt mondja a Szentírás, hogy mégis fölhúzzon bennünket magához és szolgaként jött el ehhez. Ehhez egy ilyen érdekes lelkületi figyelmeztetésként szeretnék felolvasni a jelenések könyvéből, amikor az Efézusi gyülekezetnek üzen Jézus. Az efézusi gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét aranygyertje tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudod, hogy kicsit tipikusan az, aki tudja, hogy igen, mások milyen nagy téveigésben élnek, és én a gonoszokat nem bírom, nem tűröm, nem tudom elviselni, és én álhatatos vagyok, én kitartok az igazság mellett. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Amikor az első szeretetről szoktunk beszélni, akkor sokszor arra gondolunk, hogy hát nem szeretjük az urat annyira, Istent. De hát János apostol azt mondja nekünk, hogy aki azt mondja, hogy szereti az Istent, annak szeretni kell az atya mert ha nem szereted az atyát fiát, akit látsz, akkor hogyan szereted az Istent, akit nem látsz? Tehát az, az attól lesz evidens, hogy te szereted az Istent, hogy szereted az atyát fiait. Tehát az első szeretet az nyilvánvalóan abban mutatkozik meg, amit mind Isten felé, mind az emberek felé gyakorolsz, hogy hogyan szereted aktívan a testvéreidet. És mindezek mellett, a kitartó, jó, lelkületű dolgok mellett, hogy bizony, te pontosan megtudod ítélni még az apostolnak, magukat apostolnak mondó emberek közül is kiválogatod, hogy kik azok, akik nem azok, és a gonoszokat nem is tűröd el, én nem tűröm hogy gonoszok legyenek a környezetemben. És azt mondja, hogy oké, okay, kitartottál, de a szeretet, egyedül a szeretet az, ami, ami elfogyott. Tehát te tudod, hogy neked igazad van, és tényleg igazad van. Azokban a dolgokban neked igazad van. Ezt Jézus mondta, ezt Jézus nem hazudott nekik. Tényleg igazad van. Tényleg igazad van abban, hogy azok nem apostolok, igazad van abban, hogy ezek gonoszok, igazad van abban, hogy ez egy igazság, amely mellett álhatatosan ki kell tartani, így van, igazad van, de megkeményedtél ebbe az igazságodba. A szeretet hűlt ki csak. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Jó, tudjuk, hogy a gyertyatartó a gyülekezet szimbóluma, és nem azt mondja, hogy elpusztítalak, de hogy nem fogsz tudni úgy funkcionálni, mint egy gyertyatartó, egy mécsláb, amelyre a fényt ki lehet helyezni. Ti vagytok a világ világossága. Nem fogsz tudni világítani, pedig nálad aztán tökéletesen ott vannak az igazságok. Tudod a különbséget, tudod melyik a jó, melyik a rossz, te álhatatos vagy, még példaképnek is lehet mondani. Itt egy gyülekezetnek üzen egyébként. Tehát most ezt nyugodtan lehet több szinten értelmezni mindent, amit mondok, egyének szintjén, gyülekezet szintjén, egyaránt. És azt mondja, hogy nem fogom engedni, hogy így funkcionálj hogy világító legyél. Mert a szeretet, amivel megosztani, 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 megosztani kell, ami nem emeli följebb önmagát másoknál, ehhez a szeretet kihűlt. Az viszont megvan benned, hogy gyűrölöd a Nikolai ták cselekedeteit, amelyeket én is gyűrölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ez is egy harc. Azt mondja, aki győz, de milyen háborúról írt itt? Arról, hogy győz le magadban ezt a megkeményedést. Nem kis harc, nem kis harc, mert az ember oda a tükörbe, és azt mondja, hogy én tudom az igazságot, kitartó vagyok, mint az Evan a mindenhatóba. Milyen vagyok, jó vagyok, megnyerő vagy, mit tudom én, befolyásos vagyok. Éh, én most nem emlékszem pontosan. A jó képűre emlékeztem csak. Ez az Evan, ez ott volt. <laughs> És oké, okay, lehet, hogy a pozitívumokat tudod sorolni magadról, de az, hogy szeretetben jársz -e vagy sem, azt lehet, hogy nem a saját önmagadról alkotott képet fogja megmondani, hanem mások, mások fogják tükrözni neked. Ezt a másokkal való kapcsolatban, közösségben. De hogyha ott időzöl a barlangodban még mindig, tudva, hogy én vagyok az egyetlen, aki megtartottam a szövetségedet, Uram, azok mind elhagyták, még a profétáidat is megölték, és én maradtam egyedül, nagy búsolásom van az Úrért, a seregek Istenéért. Ó, Uram, imádlak téged. Egyetlen szent Isten vagy, meg én is szent vagyok. Ezek igai igazságok, bocsánat. Csak ilyen leszűkült szemlélettel. Tudom, te szent vagy, én is, mi megértjük egymást. Mi ketten, senki más, egyedül maradtam, uram. Hát itt a barlangban teljesen mindegy, hogy most itt járkálnék, vagy Jeruzsálem utcáin, nem? Egyedül maradtam. Isten meg azt mondta, hogy na, akkor itt egy királyt, ott egy királyt, ott egy profétát a helyedbe, és még 7000 ember, indulj! Mi csinálsz itt, Illés? Gyere ki a barlangodból, Nincs értelme. Ott nem találod meg a 7000 embert, aki ugyanúgy hűséges maradt. Ámen. Úgyhogy Ugye Nehémiás könyvében is van, most ezt nem nyitom ki azt az igét, amikor volt egy nagy ünnepség, meg sírt is a nép, és akkor mondta nekik az úr, hogy hát ne sírjatok, örvendezetek, mert az úr öröme erősségetek, és vigyetek ebből a húsból, ebből a borból, ebből az ételből, italból, még másoknak is, akiknek nem jutott, Nehémiás 8-10, és ott is azt mondja nekik, hogy vigyetek részt azoknak, akiknek nem jutott. Lehet, hogy van ilyen, hogy másnak nem jutott abból a látásból, abból a kijelentésből, abból az igazságból. Hát vigyen részt. Ne csak azt mondd, hogy bezzeg nekem van. Van egy kis pogácsám még. Jól el leszek ezzel. Meddig? Természet fölötti? 40 napig? És mi lesz 40 nap múlva? Ott fogsz éhen halni. Éppként Isten annyira bölcs és könyörületes volt, azért is muszáj volt, hogy kihívja onnan illés, mert lehet, hogy ilyen pusztult volna ott. Nincs állandóan az, hogy na jó, még egy kis természetfeletti feletti pogácsa 40 napig. Isten nem így döntött. Mert ő bölcsebb. Még jó, hogy Illés akkor nem tartotta bölcsebbnek magát, mint mondjuk jobb annak idején, amikor megmagyarázta Istennek is, hogy nem, az nem úgy van, én igazabb vagyok, mint te. Hát Illés ennél egy fokkal jobb volt, mert ő csak, ő csak depressziós volt úgy konkrétan, de szerintem nem, nem tudom, hogy ő ezt, ezt így figyelembe vette -e. egyelőre, csak saját magával tudott foglalkozni, hogy én ragaszkodom hozzád kész. És nem, nem csak ő. Ne a látszat szerint ítéljetek, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Ezt mondja Jézus. És lehet, hogy körbenézel a kereszténységbe, én tudom, hogy olyan könnyen egy ilyen szófordulattá tud válni megkeseredett keresztényeknek a szájában, mint amilyen én is voltam, és ismerek még másokat is ilyeneket, hogy hát igen, a keresztények azok, hagyjuk. Mert itt, ott, amott, csalódás, képmutatás, akárki, akármilyen jónak mondja magát, az is olyan, az csak pepitába, és képes az ember erre, hogy hagyjuk a keresztények, én is közben keresztény vagyok persze, na jó, hát én uram, én megtartottam a te szövetségedet, mások megölték a te profétáidat, engem is halálra üldöznek, de nem lehet ebben maradni. Ez egy látszat szerint való ítélés. Ez nem igazságos ítélet. A keserőség becsapja az embert. És 40 nap múlva éhen halsz. Mi lesz 40 nap múlva? Ott fogsz döglődni valahol. A dög legyekből, a döglött legyekből nem egy lesz már, már tele lesz a te tégei bölcsességed. Egy nagy bűz lesz mindaz, amit Istentől kenetként, bölcsességként, kijelentésként, igazságként, értékként, kincsekként kaptál. Egy nagy bűz lesz, mert nem veszed észre, hogy a testi természeted fertőzi, büdösíti az egészet. Mi lesz 40 nap múlva? Meg ne haj. Úgyhogy a dolgom tehát megosztani másokkal, a szeretetet választani. Nem kell nagy ilyen nagy extra, különleges kijelentésekre várni. Oké, Illésnek ez volt a dolga, hogy menjél kent föl, kent föl, meg majd lesz a 7000 ember. Most nem biztos, hogy mindenkinek ilyen elhívása van, hogy kenjél föl királyokat, meg hasonlókat. De a 7000 embert meg fogod találni. Én is megtaláltam. Nem szám szerint 7000 de még. <laughs> Mindenki a saját 7000 természetesen, ahova az Úr vezérel, vezérel a Krisztusnak a testében. Úgyhogy a szolgálatot muszáj választani. Ennek az egyetlen módja, ha megalázom magam, mert akkor nem fuvalkodok fel. A szolgálat az másokat emel, úgyhogy az alázat az elsőrendű. Úgyhogy érdemes odafigyelni a lelkéletünkre mások felé hogyan viszonyulunk, hogy feltételezzük, hogy neki is vannak olyan ismeretei, tapasztalatai bölcsessége, ami nála van meg, ami hasznos mások számára, ami nekem számára hasznos. Keresni kell ezt, kell tudni értékelni a másikat, mint Krisztus testének a másik testrészét. Ez tehát egy fontos kulcs, hogy bármennyire úgy érzem, hogy én nekem egyedül kell járnom, milyen magányos vándor lettem, igazából a test részeként kell élnem. A korintusi levélben, az első korintusi levélben, 10-es fejezetben, 11-es, 12-es fejezetben egyfolytában, ugyebár ugyanannak a gyülekezetnek szól, ugyanazokat a problémákat célozza meg, és többször felhozza a Krisztus testét, mint figyelmeztetést. És így egy kerek egész a mondani való. Például a tízes fejezet 16-17-ben ugye azt mondja, hogy az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk. Ez 11-es fejezet, elnézést. A, a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Nem a pogácsa a hosszú távú porciód az úrtól, hanem van egy nagy kenyér, és abból részesedünk minnyáján, te is. Még ha vannak ilyen saját kis természet fölötti pogácsáid is, amivel 40 napig el vagy egy falattal. Kinyitod otthon a Bibliádat, felcsapod, itt van a kijelentés, itt van Halleluja Uram, és több mint egy hónapig el vagy vele. De hidd el, hogy nem fogsz tudni így élni végig, 40 nap múlva lehet, hogy éhen halsz. Úgyhogy mi az egy kenyérből részesedünk mindannyian. Te is, és a többiek is. Aztán 11.29. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Egyedül szoktál úrvacsorázni? Tudom, vannak, akik szoktak egyedül úrvacsorázni. Hát az Úrral való közösséggyakorlás. Oké, okay, rendben. De az az egy kenyér olyankor, olyankor kik, kikre gondolsz? Na jó, pálapostollal biztos meg, akik a mennyben, hát igen, uram, ők hűségesek voltak, meg még én itt a földön, meg illés, oké. Okay. De kivel vagy közösségbe? Ezek, amiket mondok, ezek, ezek nem csak olyan embereknek szólnak, akik valahol távol, kieső helyeken vannak, és tényleg egy barlangban bújkálnak, ez rád is és rám is érvényes lehez, lehet itt a gyülekezet közepette. Hogy bár fizikailag itt vagy, még nem találtad meg azt, hogy én a test része vagyok. Oké. Okay. 12-12. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Ugye gondolj bele, micsoda különbség van a láb meg a kéz között. Hát például az, hogy a kéz annyira kreatív tud lenni, egy csomó mindent megfogok, amit gondolok, oda nyúlok, oda teszem, kicsit megigazítom, pici, kis dolgok, nagy dolgok, sok minden. Ujjammal le tudok piszkálni, pöckölni valamit. A lábammal, hát azt ugye annyira könnyen nem, nem fog menni. A láb az csak megy, megy, hűségesen viszi a testet. Nem vagyok én kéz, nem tudok én ilyen kreatív lenni, mint a többiek. Nem is vagyok én a testnek a része. Hát ne gondold ezt, azt mondja Pál. És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ugye a szem, hát az minden apró részletet lát, mindig lát valamit. Így van, kinyitod a szemed, mindig lát valamit, a részleteket. A fül csak akkor kap információt, ha elhangzik egy hang. Most, hogy csend van, semmi információ. De közben nézlek titeket, és egy csomó mindent látok az arcotokon. Tudom, hogy hányan vagytok itt. De a fül meg, hát, még mindig nem kaptam kijelentést. A szem az meg állandóan lát. Mindig mondja, hogy ilyen látásom van, most ezt látom, most azt látom az úrtól. Én meg csak egy fül vagyok, még nem hallottam már megint semmit. Egy hónapja, két hete, csak tegnap, tudod, van, aki úgy van vele, ah, csak tegnap kaptam kijelentést az úrtól, szörnyű. <laughs> nem áll. Örülj neki. Én csak fül vagyok, én nem tudok állandóan annyi mindent profétálni, mint a szem. Na, attól még nem vagy a test része. A szem csak azt látja, ami előtte van, és ha el van takarva, valami nem látja. A fül meg olyan dolgot is észlel, amit a szem nem észlelne. Nem látom, hogy autók járnak, de amikor elzúg egy autó, akkor arról már is értesülök. A szem hiába olyan, hogy állandóan van látása, csak amerre engedik a, a, az ő saját korlátai, a látását, annyit bír látni. És a fülem most is hallja, hogy elhúzott egy autó. És így együtt már összetudok rakni egy, egy pontosabb képet, hogy mi folyik. Így van a Krisztus testében is. Attól, hogy van, aki, van, van olyan, aki ritkábban kap kijelentést, mert ritkábban szokott így hallani az úrtól, de ő hallani szokott az úrtól, ahhoz képest, aki meg, akinek meg állandóan van valami látása, hogyha ezeket összerakjuk, akkor a Krisztus teste sokkal gazdagabb lesz. Ezek hatványozottan erősítik és kiegészítik egymást. Attól, hogy ritkábban hallasz kijelentést, rád annyira nagy szükség van. Része vagy a testnek. Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? De erről nem is beszéltünk. Vannak olyan dolgok, amit sem a szem, sem a fül nem tud érzékelni, se nem látható, se nem hallható. De néha én érzékelek valamit. És szólok. És lehet, hogy te ilyen vagy, hogy hát nem kaptam konkrét ilyen szó szerinti kijelentést az úrtól, hát nem kaptam konkrét látást az úrtól, de, de érzékelek valamit. És elmondod, és már is teljesen más dimenziókban járunk a az Isten vezetése szerint. Úgyhogy nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. Úgyhogy ez nem csak azoknak üzenet, akik egyedül vannak, hanem akik gyülekezetbe járva élik meg ugyanezt, hogy ott vagy, de nem vagy része a vérkeringésnek valahogy. Sőt, akár ez jelenthet egy egész közösséget, ugye, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek, akinek van füle, akinek van füle. Lehet Krisztus testében egy irányzat, egy csoportosulás, valamelyik egyház, egy kis közösség, bármi. Része vagy, vagy nem vagy része a Krisztus testének? Igen, szükség van rád, és neked is szükséged van a többiekre, az egykenyérre. Úgyhogy bármennyire illés barlangjában találom magamat, mert valamilyen Jézabeli üldözés, vagy bármi más miatt ide jutottam, hinnem kell, hogy van még az a 7000 ember. Idézőjelben a 7000, szimbolikus ez, ez lehet akármennyi, aki nem hajtott érdet, és a bálványoknak, és elvezérő, vezérel közéjük az Úr. És nem biztos, hogy ők pont ugyanazokon a dolgokon mentek keresztül, mint amiken te, de mégis pontosan alkalmasak arra, hogy az Úr használhassa őket a te épülésedre, gyógyulásodra, növekedésedre szellemben, és téged is tud használni, hogy szeretettel szolgálj feléjük. Úgyhogy hidd és akard ezt, kérd és megkapod, kerest és megtalálod, zörges és megnyílik előtted az ajtó. És ahhoz, hogy egy jó ajtó nyíljon előtted, utolsó igét szeretném felolvasni. A garancia az, amit Jézus mondott a jelenések könyvében, a filadelfiai gyülekezetnek. Bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. És ezért adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senkiben nem zárhat. Tehát valóban hűséges vagy, megtartod az ő igéjét, nem tagadod meg az ő nevét, csak tudd meg, hogy van előtted egy nyitott ajtó. Nem egy zárt barlang, hanem nyitott ajtó van előtted. Nyitott ajtó. Halleluja, most kapcsolok, Zoli, hogy miért integedsz. Most már értem. Egy nyitott ajtó. Így van. Úgyhogy te pedig menj és hittel keresd meg ezt az ajtót, amin ha zörgetsz, akkor megnyitják előtted, te pedig bemész és szeretettel szolgálod az Urat és a Krisztus testét. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon titeket.